Predstavničko društvo Baranja utemeljeno je 29. studenog 1967. godine u Pečuhu. Društvo je osnovano od studenata koji su za voditelja izabrali Milana Rockova. Baranja tada djelovala je kao manjinska folklorna družina jer su plesali hrvatske, njemačke, poljske, čak i rumunjske plesove. Baranja 17. i 19. lipnja održala je samostalnu galu komornih koreografija u Pečuškom hrvatskom kazalištu, gdje su pored narodnih plesova izveli komorne plesno-kazališne predstave koje je Laszlo Bognár koreografirao, te predstavili su i koreografiju Zsuzse Hagen. 1977-ben kerültem a tanárképzőre, és akkor ott meghallva a próbateremben a szép kis muzsikát, lementem, és akkor ott ragadtam, tehát tulajdonképpen 10 éves korában az együttesnek kerültem oda. Most már az 55 éves jubileumi műsorban, tehát 45 éve hellyel közzel, tehát 11 évet táncoltam, utána még a zenei kari kíséretben vettem részt, aztán volt egy kis szünet, és most besegítek vagyok, táncházak, ilyesmi. Ennél jobb érzés nem kell ebben a szituációban, hogy mind a két fiam ott van, hát ezt nem kell. Aki szülő, apa, ez abszolút át tudja ezt érezni, hogy milyen csodálatos. És teljesen ő döntése volt. Én nem mondtam, hogy a Baranyába kell neki táncolni, és mondta, mert atlétizál, és akkor mondta, hogy akkor megy a Baranyába táncolni. Mondom, jó van. Hát aztán itt ragadt, most mind a kettőt csinálja. Egyébként az 55 éves nagy műsorra készültek, de a Covid meg egyéb helyzet belejátszott, és most már nagyon sok szám, amiket ma láttunk, már elkészült. Közönség várta, táncosok várták, hogy színpadra kerüljenek ezek a táncok, és akkor született meg ez az ötlet, hogy Baranya Kamara címmel most ez itt létrejöhessen. Egyébként ősszel, még nem tudni az időpontot, lesz egy nagy színházi produkció is. Tijekom 55 godina mnogo generacije su zajedno plesale, pjevale i bile ujedno i prijateljsko društvo. Današnji KUD broji mnogo plesača rodom iz hrvatskih obitelji, a čiji preci su ujedno i bivši baranjaši. Először is azt mondanám el az első kérdésre válaszolva, hogy nagyon-nagyon meg vagyok hatva, és nagyon nagy, kimondhatatlanul büszke vagyok a fiaimra, hogy ezt így végigcsinálták. Vannak pillanatok, amikor nagyon nem egyszerű, de ezeket ilyenkor elfelejtjük. Természetesen voltak mélypontok, voltak, amikor beszerették volna fejezni a táncot. Ugye én vagyok az az édesanya, akinek 3 focista, néptáncos fia van. Ilyenkor, amikor a néptáncot abba akarták hagyni, akkor mondtam nekik, hogy rendben, de akkor foci sincs. És így megmaradt mind a kettő, természetesen önszántukból. Édesanyja egy kicsit sem hatott rájuk. Természetesen ugye a családról elmondhatom azt, hogy a Baranya táncegyütteshez 55 éve kötődik. Először édesanyám öccse volt az, aki nagybőgőzött, őt követte kis késéssel az öcsém, majd most nem zenészeket, hanem táncosokat adtunk, és elmondhatom, hogy 4 táncost adtunk a családból a Baranya táncegyüttesnek. A 3 fiam mellett a legnagyobb örömöm, hogy keresztlányomat is a színpadon láthatom. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg 55 éve folyamatosan részt veszünk benne. Plesači pored narodnih plesova često uče, prikazuju na sceni i tematske koreografije, koje su posebna vrsta i očekuju još veću pažnju od plesača. Danas na repertuaru su bile uglavnom te koreografije. Én kiskorom óta engem körülvesz a horvát kultúra, úgyhogy nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb táncolni is fogok. És hát sokan elkezdtek táncolni a Baranyába, meséltek róla, hogy milyen jó ez a hely, milyen jó a közösség, így hát bekerültem 9-es koromba ebbe a társaságba. A mai napon a román táncba táncoltam, illetve a végén a dráva menti közös táncban. Nekem az egyik kedvencem a szerb, a késes tánc, illetve a dráva menti táncot is nagyon szeretem. Ugye a mai napon nagyon sok tematikus tánc került a színpadra, és szerintem ezek mind nagyon érdekesek, és ugye az ember egyes problémáit, mindennapi problémáit mutatják be, és szerintem ezek nagyon érdekes táncok, és egy új szemszögből mutatják be a táncokat is, úgyhogy én nagyon szívesen megmutatnám magamat ezekbe a táncokba is.
Među plesačima možemo naći i plesače drugih kudova ansambla. Znanje koje Baranja daje svakako je ostalim manjim društvima pozitivno, imaju svi dobru suradnju s baranjašima. Körülbelül egy olyan 10-11 éve kezdtem el Bírjánba. Lányok megalapították, és akkor úgy voltam, miért is ne kipróbálom, és úgy, valahogy úgy magával ragadott a dolog. Szépen lassan formálódott, jó pár évig táncoltuk, utána elmentünk a tanácsba, ott is táncoltunk néhány évet, és akkor így nem tudom, hogy valahogy átcsábítottak a Baranyába, és akkor itt vagyok már egy 5-6-7 éve körülbelül. És akkor itt szépen lassan belekerültem a koreográfiákba, sokat fejlődtem itt ebbe az elmúlt pár időszakban, és mellett még párhuzamosan ugye táncolok meg Bírjánba is. Jó, hát a késessel kezdtünk, jóformán majdnem végig táncoltam az egészet, kettőt megúsztam. A késeset táncoltam el, Don Quixote-t, a Tisztelet a Rejtőjenőnek, Dráva Mentit. Bírjánban eleinte nagyon-nagyon régen, még kicsi voltam, táncoltam magyart is. Hát nem annyira volt szimpatikus maga a társaság, a táncvezető, és ugye azt úgy abba hagytam, és akkor valami mozgás kellett, mikor megalapult Bírjánban a táncsokot, ők horvátot kezdtek el tanítani. Úgy az jött, elment a próbákra, megnézegettem, és nem megtetszett. Kicsit olyan dinamikusabb, rezgősebb, ilyen válik változatos.